A most leszállított portréikat pakolja ki Baki Péter, Munkácsy Díjas festőművész a szekszárdi polgármesteri hivatal közgyűlési termében. Az alkotó az 1990-es évek eleje óta készít festményeket a Tolnai megyeszékely díszpolgárairól és a megyei jogú városban megválasztott évborászairól, akiknek automatikusan jár a díszpolgári cím. Olyan szeretek portrékat festeni. Jó dolog, én úgy érzem, hogy ez azért egy ilyen plusz megbecsülése a díszpolgároknak, úgyhogy mindenképpen szívem, lelkem beleadtam. Baki Péter most 7 portrét szállított le a szekszárdi polgármesteri hivatalnak. Az alkotások Baka István költőt, dr. Tóth Lajos ügyvédet, az 1956-os forradalom hősét, Bíró László tábori püspököt, Hadnagy Albertet, a szekszárdi levéltár egykori igazgatóját, Velencei Istvánt, a megyei jogú város tűzoltóságának korábbi parancsnokát, Dúzsi Tamást és Mészáros Párt borászokat örökítik meg. Ez egy nagyon-nagyon szép hagyomány, és ez méltó a városhoz, és így most már teljesen nyugalommal tölt el bennünket, hogy akik már elnyerték ezt a díjat, akkor kérem szépen egy reprezentatív helyen a városi díszterembe foglal helyet a képük. A mostani szállítást követően a szekszárdi polgármesteri hivatal közgyűlési termének falán így valamennyi díszpolgár képe megtekinthető, akiket a rendszerváltástól kezdve egészen 2020-ig ismertek el a megyei jogú város kitüntető címével.